Stop! Itt és most összehívom az emergency meetinget, és ez nem vicc, mert nagyon fontos dolog történt, ami meg fogja határozni az elkövetkezendő életünk hátra levő részét. És ezt most vedd úgy, hogy konkrétan meg fog változni az egész életed, amint meglátod a Minecraft filmnek az előzetesét. Bizony! 10 éve! 10 éve várunk arra, hogy egy épkézláb Minecraft filmet végre valahára kaphassuk. Volt nekünk Lego Moving, volt nekünk Playmobil Moving, még a Tetrisből is készítettek egy igencsak érdekes filmet, ami amúgy tök jó volt, nézzétek meg. És most a Minecraft. A Minecraft annyira szerteágazó, annyi jó kreátor van, és annyi jó filmet csináltak már Minecrafton belül. Kiemelném szerény személyemet, aki amúgy a Jade of Adventures-el méltán népszerű lett. De ezen kívül ott voltak ugye a Minecinemák, amik rendesen egy órás filmet meséltek el, hogy például tudnám nektek mondani a Végzett Szemek című animációs sorozatot, ami amúgy egy másfél órás Minecraftos film lett. Ott van még a nemrégiben megjelent Serverzum mozifilmem, ami szintén egy olyan animációs film volt, ami másfél órás és Minecraft téma köré épült az egész. Ebből amúgy tervezünk még majd egy vetítést, bizony srácok? Na de most eljött a Minecraft film, és ez nem vicc, határozottan nem vicc. A legjobban az egyik kommentelő fejezte ki a véleményét a filmről, hogy az egyik szemem sír, a másikat meg kiszúrtam. Na de miről is van szó, nézzük meg ezt a csodálatos Minecraft movie-t, előzetesét, nézzük! Itt még tök relax az elején, tök jó, megy egy ilyen portál, és hopp, Állj! Szemünk elé tárul a Minecraft gyönyörű-gyönyörűséges virága. Én azt hittem, az őszintét megmondom, hogy ez egy AI-val generált cucc. Itt vannak a karaktereink, van bozót, meg mit tudom én, de hát na, a Minecraft nem teljesen így néz ki. Ez olyan, mintha egy AI-val ráhúztunk volna valamit, na de el akarom teljesen lehúzni a filmet még rögtön az elején. Nézzünk tovább bele, mi van benne. Ez tök szép. Hoppá, itt az egyik szereplő, a másik Emma Mayers. Ez nem tudom kicsoda. Amikor először megláttam a szökére festett hajú Jason Momoát, hát én azt hittem összehugyozom magamat. Őszintén, én imádom a Jason Momoát, de ez mi? Hogy néz már ki ez a szerencsé? Lehet, hogy csak direkt akarták így megcsinálni, de ő maga paródiája a csávóit. Hát basszú. Sírom. Egyszerűen nem tudom, hogy erre ránézzük, és azt mondom, amúgy viccesnek vicces. A Minecraft egy vicces játék, de ez tényleg ez komolyan. Jó? De miért van rózsaszín? Ne menjünk bele, nem ismerjük még a történetet, nézzük tovább. És itt van az első mob, amit meglátunk. Egy bárány. Hát, nem tudom. Vegyesek az érzéseim azzal kapcsolatban, hogy egyrészt miért rögtön egy rózsaszín bárányt látunk meg, másrészt ez ilyen kicsit kocka, kicsit nem olyan feelingetek van, amikor 1000 éve, amikor jelent meg a Minecraft, akkor csináltak ilyen low budget animációt, ráadásul most akkor ez filmszerű, rajzfilmszerű. Miért nem csinálták meg egyszerűen azt, hogy akkor az egész film lett volna egy ilyen merő animáció, és akkor tudod, mint a Lego Movie-ba, ott mondjuk ez nagyon jól lát, mert a Lego ugye egy fizikailag használható játék, míg a Minecraft ugye számítógépen belül használatos játék, de akkor miért nem csinálták azt, hogy a karakterek, amikor átkerülnek mondjuk a Minecraftos világba, akkor az egész Minecraftos legyen. Ne pedig ilyen erőltetett, életszagú, nem tudom, valahol a kettő között ez megállt. Na nézzük. What the hell? Hát igen, ez kifejezi mindent. Jönnek a malacok. Ugye itt láthatjuk, hogy végre craftolnak ugye azok a szerencsétlenek. Érdemes megfigyelni a háttérben azokat a TNT-ket, hogy valahogy, nem tudom, ez hogy egy épített díszlet akar lenni? Mert nem animációnak néz ki, de szinte biztos, hogy az. Illetve még nem tudom, hogy ott leges-leghátul talán egy tököt vélek felfedezni, egy jack-o'-lanternt. Ott van valami bőrsisak esetleg, ami kocka fejfedőkre van kitalálva. Szerintem azok ott sisakok hátul. Kocka fejekre vannak kitalálva, de egyik szereplő sem kocka
fejű. Tehát abszolút, de nem értem. A mindegy, ez talán ott lent tűzijáték, illetve amit itt craftolt a Jason Momoa, az egy, az kettő darab vödör összetéve. Még hogy mi lesz ebből, azt nem tudom, de majd meglátjuk. A craftolás is, mondom, mint hogy egy ilyen low budget YouTube-ra készült kis film lenne. Anything you can dream about here, you can make. És itt vannak a piglinek, hát sejteni lehetett már az elején, hogy ők lesznek a gonoszak ebben a filmben. Legalábbis nem tudom, olyan egyértelmű, hogy ők az a másik nagy réteg, esetleg a pillager-ök még talán, akik lehettek volna, de lehet, hogy valami olyasmit hoznak ki, hogy ugye felbőszítették a malacokat a pillager-ök, mindegy, nem tudom, de én inkább a pillager-öket használtam volna, de valamiért sejtettem, hogy nem őket fogják, illetve... Hátul még lehet látni Steve-nek a láva csirkéjét, meg ott valami exploding pig van. Nagyon fura, nagyon weird ez a látvány, nem tudok rá mit mondani, nagyon furán néz ki, egyáltalán nem Minecraft, vagyis hát csak ilyen nagyon neccesen, illetve van a kezében a malacunknak egy kard, valószínűsítetőleg arany kard, kicsi. Nem tudom, nem illik ez a malachoz. Hát sokkal nagyobb kard kéne, hogy legyen, ráadásul az meg megmaradt ilyen pixelesen, érted? Akkor a kard miért ne lehetett volna normális kard, hogyha a többi dolog meg mint kocka, meg ilyen lekockásított dolog, de mégis életszerűbb. Jason Momoa mögött a Creeper, malacok állnak, és itt van. Itt van ő. Megjelent Minecraft Steve, mint Jack Black. Lehetett tudni, hogy ő lesz. Lehetett tudni. Előre tudtuk már, hogy Jack Black lesz. De valahogy mégsem számítottunk rá, hogy Jack Black lesz Minecraft Steve. Pedig tudtuk, hogy ő lesz, de valahogy mégsem akartuk elhinni, hogy ő lesz. Megjelenik Minecraft Steve, kék, gyönyörű, szépen kinéző, nem is inges, hanem ilyen póló, ami amúgy kötött. Nagy szakállal, dagadt testtel, Minecraft Steve emberek. Nem tudom, ez Steve-nek amúgy alapvetően a figurának a kinézete az abszolút, de nem ő. Tehát abszolút, de nem Jack Black. Lehet, hogy ezt tudod, egy ilyen megkeseredett Steve lesz. Tudod, aki már belefáradt az életbe, meg a fájdalmakba, meg a nehéz dolgokba. Lehet. Erre tudok gondolni. Who are you? Na igen. I'm Steve. Aha. És akkor itt kéne a nagy izé, hogy Steve, és senki sem tudja, hogy amúgy ki ez a Minecraft Steve. Fog egy... Nem tudom az mi. Az valami sand block. Vagy igazából nem tudom, hogy az milyen blokk lehet ott a kezébe, de azt fogja, és azt tudja, hogy valami nagyon fontos item lesz majd a filmben. Majd megnézzük moziba. És itt a fége főcím. Hát ezt gondolom megpróbált az eredeti Minecraftos dologra asszociálni egy kicsit, tudjátok, arra az animációra, amit mindig bevágnak, illetve ez a láma is amúgy vicces, tehát vicces lenne, hogyha ez valahogy, nem tudom, valami más lenne, és látjuk, hogy április 4-én fog megjelenni, hát nagy valószínűséggel a srácok csak úgy, mint a Sonic Movie-nál, komolyabban át fogják dizájnolni a dolgokat, legalábbis én szinte biztos vagyok, hogy ez tömeghisztériát és tömeges mémgyártást fog eredményezni ez a trailer, és biztos vagyok benne, hogy el fognak gondolkozni azon, hogy megváltoztassák ezt a filmnek azt az animációját. Én ebben majd, hogy nem biztos vagyok, hogyha nem így lesz, akkor meg hát megnézzük akkor úgy, hogy akkor úgy milyen lesz a film. Max majd egy jót kacagunk rajta, nem igaz? Szóval ennyi volt ez a videó, a trailerről várom a jó kis véleményeiteket odalent a komment szekcióba, illetve hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot. Kösz szépen, hogy itt voltatok. Hali-hali, sziasztok!